Tagadta bűnösségét mindhárom vádlott a prisztázsgyilkosság ügyében a fővárosi törvényszéken. P. Tamás állítása szerint nincs köze a bűncselekményhez, nem ismerte Prisztás Józsefet, és haszna sem származott volna a halálából. Az elsőrendű vádlott szerint a napi politikai csatározások eszköze, és el kell tűrnie, hogy a nevét és a családját tönkreteszik. A Laborz Sándor volt MBH főigazgatóval folytatott beszélgetéseiről is ismert P. Tamás hangulatkeltésnek nevezte, hogy az éjszakai élet egyik meghatározó alakjaként állították be, a vád több állítását pedig abszurdumnak tartja. Őt egyébként az ügyészség nyereségvágyból előre kitervelten elkövetett emberöléssel felbújtóként vádolja. Egykori testőrét tettesként, másik ismerősét pedig bűnsegédként említették a vádiratban. A tárgyaláson sem a másod, sem a harmadrendű vádlott nem akart vallomást tenni. A vádirat szerint P. Tamás 1996-ban ingatlan ügyek kapcsán elszámolási vitába keveredett Prisztás Józseffel, és elhatározta, hogy megöleti. P. Tamás ismerőse csalta a 3. kerületi Ladik utcába 1996. november 1-én az áldozatot, ahol az első rendű vádlott testőre fejbelőtte a kocsijába beszálló Prisztást, áll a vádiratban. Tamás elsőrendű vádlott is magának akarta az ingatlankat, és emellett féltékenységet tekintett Prisztás József sértett a budapesti éjszakai életben elfoglalt meghatározó szerepére is, ezért elhatározta, hogy megöleti őt, és intézkedéseket tett az emberölés elkövetésének megszervezésére. A vád szerint együtt tervezték meg a bűncselekményt. Hárman együttesen felmérték a Ladik utcai helyszín és a közvetlen környezete sajátosságait, illetve a menekülési lehetőségeket, végül elhatározták, hogy a bűncselekményt a Ladik utcában hajtják végre. Az ügyészség után a vádlottak kaphattak volna szót, ám egyikük sem tett vallomást. Mindhárman elutasították a vádakat, bűnösségüket tagadták. P. Tamás kijelentette, hogy soha nem ismerte Prisztást, így üzleti vitája sem lehetett vele. Nem kívánta a halálát, és soha nem adott utasítást senkinek, hogy ölje meg. A hatóságot pedig azzal vádolta, hogy megtévesztéssel, hazug ígérgetéssel, elhelyezési körülményeik rettenetes állapotával, pszichikai terrorral igyekezett hátráltatni védekezésüket. Ügyvédei pedig hiányosságokat soroltak fel. Az a megalapozott gyanú közlésénél hiányolták a védő kollégák a büntetőtörvénykönyv felbújtásra vonatkozó törvényi tényállásának pontos cselekményekkel, pontos és szoros, közvetlen összefüggésben lévő ismertetését. A másod és harmadrendű vádlott korábbi vallomásait a bírónő ismertette. Úgy nyilatkozott, hogy a harmadrendű vádlott korábbi vallomása több esetben fedte a vádirat állításait. Eszembe jutott, hogy megígértem. Nem felhívom, ha tudom, hogy mikor jön. Ám a korábbi vallomásokat F. Ferenc visszavonta még 2012. novemberében. Rövid szünet után egy védett tanú érkezett a törvényszékre, így további kép és hangfelvételt nem lehetett készíteni. A következő tárgyalási nap május 21-én lesz.